Édesdeden alszanak a kicsik a felújított óvodában. Épp a délutáni pihenő idejüket töltik. Az intézmény belső terét az idei évben teljes egészében átalakították, már csak külsőleg kell rendbe hozni az épületet. A legnagyobb öröm, ami szintén pályázati nyeremény, az óvodánk felújítása, hiszen több mint 40-45 éves volt már az óvodánk belülről, és a belső felújításra nyertünk bruttó közel 50 millió forintot, és megvalósult a felújítás, úgyhogy szeptemberben elkezdtük januárban a felújítást, és szeptemberben az óvodások kezdhettek az új helyükön, addig a művelődési házban voltak fél évet, úgyhogy ez a legeslegnagyobb öröm nekünk, hiszen egy 40 éves óvodát tudtunk felújítani, ami korszerű lett most, a vizes blokk, padlófűtés, a fűtés korszerűsítés, a helyiségek felújítása, tehát nagyon nagy dolog ez számunkra, viszont a külső felújításra nem sikerült még nyernünk, benn van a pályázat, még tartaléklistán, nagyon bízunk benne, hogy az még nyerne, mert most belülről gyönyörű az óvodánk, de kívülről bizony hagy maga után kívánni valót. De nem csak itt történtek fejlesztések, az idén számos más is megszépült a településen az Európai Uniós pénzforrásoknak köszönhetően. Tavalyi évben elnyert pályázatok az idén valósultak meg. Ilyen, ami tavasszal adtunk át, a temetőz egy új parkoló, egy 10 férőhelyes parkolót adtunk át tavasszal. Aztán, aminek nagyon örültünk, hogy nyertünk egy falubuszt, amivel az iskolásokat, óvodásokat tudjuk szállítani, hiszen iskolánk is, óvodánk is van, és vidékről is járnak ide gyermekek. Ezt ezelőtt is 5 éven keresztül megtettük, de akkor még nem volt falugondoki szolgálat. Azt önerőből kellett, most annyiban ez nagyon nagy segítség, hogy erre kaptunk egy falubuszt is, egy újat tudtunk vásárolni, pályázaton nyertük, és mellette a falugondoki szolgálatra, tehát erre még van támogatás. Úgyhogy nem kell ezután már önerőből finanszíroznunk, egyszerre támogatásunk van. A jövőre nézve is vannak tervek, erről is beszélt a polgármester. Az idei évben eddig, ami már megvalósult a uniós pályázat, a TOP pluszba, adtunk be egy pályázatot már közösen a megyével, a utak felújítása, belterületi utak felújítása. Ez azért lenne jó, mert attól a temetőparkoló megvalósítottuk a 10 férőhelyest, akkor ott tudnánk tovább fejleszteni, ott van egy utca is, akkor azt a teret meg az utcát tovább tudnánk fejleszteni. Ez már be van adva, és most van beadás alatt, novemberben jár le a határidő, a beadási határidő, csapadékvíz elvezetése még két utcára, ugyanis tavaly előtt két éve megvalósult 3 utcába csapadékvíz elvezetésünk. Ez a két utca még vissza van, ha megvalósulna és sikerül ez is TOP pályázatba, akkor úgy gondolom, hogy az egész településen a csapadékvíz megoldódott. Ha az út is nyerne, amit beadtunk, akkor viszont mindenhol szilárd burkolat útunk van, aszfaltos. A hazai szociálpolitikának és a községben történt fejlesztéseknek köszönhetően egyre több fiatal telepedik le a faluban. A fiataloknak ezzel a lakáshoz juttatás támogatással én úgy gondolom, hogy rengetegen újítják föl a lakásokat, és települnek ki városokból is. Akár például Szekszárdról is jöttek ide lakni már, meg Bonyhádról, fiatalok, úgyhogy nő a létszám, a gyerek létszám is. Mint minden településen, itt is komoly feltörést okoz a kialakult energiaválság kezelése. A testület igen azon gondolkodik, hogy milyen, hogy oldjuk meg ezeket az energia, magasabb energiárakkal, hogy gazdálkodjunk meg, hogy próbáljuk meg takarékoskodni. Hát annyit már megtettünk, hogy a műfházat azt ideiglenesen bezárjuk, nem lesz fűtés, nem lesz világítás. Ez annyiban gond egy kicsit, hogy az iskolások meg az óvodások, ugye a műfázban nagyobb a terem, és táncoktatásra az iskolások és óvisok is átjártak oda táncolni. Most meg kell oldják az iskolában meg az óvodában ezt a problémát, mert nem, tehát takarékoskodnunk kell, a gázszámla az nagyon magas lenne. A könyvtárat szintén idegenesen, és azt úgy oldottuk meg, hogy kihirdettük, hogy ha kell, akkor havonta egyszer egy órára kinyitjuk, lehet jelenteni,
jelezni az önkormányzatnál vagy a könyvtárosnál, ha van igény, akkor máskor is oda megyünk és kiadjuk a könyveket, meg lehet könyvet cserélni, de rendszeres nyitvatartás nem lesz, ezen takarékoskodtunk. A település vezetése azon dolgozik, hogy a lehető leghatékonyabban és mindenki számára elfogadhatóan tudja kezelni a kialakult helyzetet. A rendelkezésre álló büdzsé korlátozott, így ahol csak tudnak, spórolnak.